Nagyon eredményes évet zártunk 2022-ben, nehéz is kimondani, hogy 2023 következik. És mivel nagyon eredményes volt, ezért nehéz célokat is, új célokat felállítani 23-ra. Szerencsére azért van. Két nagy projektünk van futóban, amit mindenképpen szeretnénk megvalósítani 2023-ban. Az egyik a minősített könyvtár címnek az elnyerése, a másik pedig a családbarát munkahely, illetve szolgáltatóhelynek az elnyerése. Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt évben is ezért, és azt gondolom, hogy a jövő év is nagy részt erről fog szólni, hogy megfeleljünk ezeknek a kívánalmaknak. De igaziból a családbarát is, és a minősített könyvtár cím is azért fontos nekünk, mert 2023-ban én azt szeretném mindannyiunknak, azt szeretném látni, hogy az olvasóink és a munkatársaimnak az arcán az elégedettség foka minél nagyobb legyen. 2023-ban biztos, hogy egy nagyon nagy feladat lesz a minősített könyvtári címért indulni, ezen a pályázaton részt venni, és ennek a részeként készült el a nyers adatfeldolgozása a kollektíva tudáskincsének. Az egész felmérés számomra egy nagy meglepetés volt a tekintetben, hogy nyilvánvalóan ismerjük valamilyen szinten egymást. De amikor így leírva láttam, hogy kinek milyen tudása létezik, van, akár papírral igazolható, akár tapasztalatok által szerzett tudás, az valami hihetetlen szerteágazó tudáskincset mutatott a számomra. Szeretnék több én időt, többet biciklizni, mint amennyit. Idén bicikliztem, idén kaptam biciklit, úgyhogy jövőre már. Egész évben is akár bicózhatok, sokkal többet kirándulni, mint amit ebben az évben kirándultam. Az én részterületem az ökológiai tájékoztatás és az ökológiai zöldkönyvtári munkáknak a koordinálása. Ez egyfajta prioritása a könyvtárunknak, hiszen 2010-től kezdtük el ezt a munkát, és mint egy mintája vagyunk a magyar könyvtári ügyben az ebéli tevékenységünknek. Kötelez bennünket az is, hogy 2018-ban a Nemzetközi Könyvtári Egyesülés zöld könyvtári elismerésben részesítette a könyvtárunkat, nyilván a programunk miatt. Ami nagy kihívás lesz, a második zöld könyvtári országos konferencia megrendezése. Tavaly Szekszárdon megalapítottuk az országos zöldkönyvtári munkacsoportot, egyesületet, és az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Föld napján itt ezt a második sorszámú rendezvényt meg fogjuk tartani. A szakembergárda készen van, és a lelkesedésünk, meg az elhivatottságunk is megvan rá. Egy bibliográfiai és kiadványkészítő munkacsoportot fogunk létrehozni a téli hónapokban, amelyben készítünk egy 5 éves tervet, hogy milyen helytörténeti kutatásokra alapozva, milyen kiadványokat tudunk megjelentetni, ami szolgálhatja mind az olvasóközönséget, mind a kutatóknak a munkáját segítheti. Ahogy Nász János kollégám is mondta, hogy vannak terveink, és egy szakembergárda erre készen áll, hogy ezeket megvalósítsa. Ez kapcsolódik a 75 éves város történetéhez is, de ugyanakkor kapcsolódik a könyvtárnak a tevékenységéhez is. Gondolok itt az évkönyveknek az analitikus feldolgozására, vagy más egyéb intézményeknek, mint a múzeumnak a köteteinek a feldolgozására, mert nagyon értékes tanulmányok vannak benne, amit hogyha a kutató nem ismer, vagy nem tudja, akkor nehezen érhető el. Beszeretnék én részt venni ebbe a munkába, mint ahogy eddig is. Talán van némi affinitásom, hogy ezt elvégezzem. Most már nagyon szép helyen vagyunk, most már több mint másfél éve itt dolgozunk, és tevékenykedünk, és szolgáljuk ki az olvasókat. Nagyon sok rendezvényünk van, szeretném bevonzani azokat az embereket is, akik visszatérve a helytörténethez, akik ezután érdeklődnek, tehát valamikor a régi könyvtárban működött egy színjei kör. Valami hasonlót szeretnék azért majd életre kelteni, úgyhogy akár helyi, akár országos ismert szakembereket meghívni,
nem kimondottan helytörténeti előadásokra, hanem akár csak egy történeti áttekintésre az elmúlt időszakról. Szakmai programban mindenképpen kihívás lesz a júliusi vándorgyűlés, amit az idén Tatabánya, illetve a megyei könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Komárom-Esztergom megyei szervezete szervez. Aztán én nagyon szeretném, hogyha tovább folytatódnának a helyismereti podcastjeink, amit ugye idén a város 75. születésnapjára indítottunk, de mindenféleképpen szeretném, hogyha ez a jövőben is folytatódna, és aztán ebből majd egy kiadvány születne. Szeretnék mindenféleképpen az iskolákkal egy szorosabb kapcsolatot, szintén ilyen helytörténeti, akár órákat tartani, akár vetélkedőket. Ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy általános iskolában is, nem csak az itteni elérhető középiskolákkal. Szeretném folytatni a tanulmányomat, amit úgy szakaszosan tudok írni, amikor éppen időm engedi. Ez a megyének, illetve a városnak a 1990-es első választásoktól ilyen adattár készül, ehhez gyűjtök adatot, úgy már az alapjai megvannak, és ezt szeretném bővíteni, hogy aztán néhány év múlva ez akár egy online, akár egy papír alapú kiadvány legyen, hogy ehhez lenne egy kicsit több időm. Maradjon meg ez a jó hangulat a könyvtárban, maradjon meg ez a jó kollektíva. Nagyon szeretném, hogyha még többen jönnének a könyvtárban, nagyon szeretném, hogyha még színvonalasabb programokat tudnánk csinálni, amivel be tudnánk csalogatni a gyerekeket, és hát a felnőtteket is természetesen. Én azt szeretném a jövő évre, hogyha még több olvasó felfedezni a könyvtárat. Hogy észrevennék azt, hogy milyen jó otthonos környezet vár rájuk. Hogyha ebben a rohanó világban, amikor már tényleg mindenki nagyon elfáradt, és már gondolkodni sem képes, akkor legalább az eszébe jusson, hogyha eljönnek a könyvtárban, akkor ott néhány nyugalmas órát eltölthetnek. Ott a felnőttek olvashatnak addig, amíg a gyerekek játszanak, vagy játszanak akkor a gyerekeikkel, olvassanak együtt, csináljanak bábszínházat, vegyenek elő egy társas játékot, lazítsanak egy kicsit, érezzék jól magukat nálunk. Többet szeretnék olvasni, több gyerekkönyvet, időt szeretnék, hogyha nem 24 órából állna egy nap, hanem 48-ból, lehet, hogy az is kevés lenne, mert annyi ötletünk van, annyi vágyunk van, és annyi mindent szeretnénk megvalósítani, de kevés ez az idő rá, és attól tartunk, hogy ha minden szabad vegyértékünket lekötjük valamire, akkor a legfontosabbról vészel az idő, azaz az olvasókról. Úgyhogy én azt szeretném, hogy mindenre jusson idő és energia, és ne fejvesztve, rohangászva kapkodjunk, hanem mindezt nyugalomban tudjuk az olvasóknak prezentálni.